lesz. Szólítom a piros sarokba. Albert Béla Vecsési Sportegyesület. Illetve még kettő, úgyhogy a 69-eseknek a felén vagyunk. Szólítom túl. Piros a piros sarokba érkezett Albert Csöndes Béla. Csöndes Markos György Boxklub Sportegyesület. Vecsésről. És most pedig a kék sarokba a Csöndes Henriket. A Markos György BC öklözőjét. És csak statisztikai érdekességként mondom, hogy megtört a kék sarok hegemóniája, hiszen 7 darab kék sarok győzelmet követően most a piros sarokban levő öklözőnek a kezét emelhette a vezetőbíró magasba, képíró Ádám győzelmével. Kíváncsian várjuk, hogy hogy folytatódik ez a statisztikai érdekesség, de addig is jöjjön a mai nap, a mai keddi nap 12. selejtező mérkőzése, túl vagyunk már 2 56 kg-os összecsapáson. Szorítóból. 7, azaz 7-es darab 64 kg-os meccsem. Az első menet. És most pedig következik 69 kg-osok 4 összecsapásából a harmadik, és vele együtt az első menet. Tehát piros sarokban Albert Béla, kék sarokban Csöndes Henrik. Lássuk, mire mennek egymással a fiúk. Folyamatosan jár a bal keze Albertnek. Most ettől függetlenül Csöndes szép kombinációval válaszol az eddig feltartó piszkáló ütésekre. Albert most jobban talált, két előkészítő balt követően. Csöndes újra egy kombináció próbál elhelyezni Albertem. Megint Albert talál, szurkál. Ez kis feltartó balok egyrészt eddig hibátlanul ülnek Csöndes fején. Viszont ha Csöndes megindul, akkor egész jól tud kombinatív ütésekkel, 4-5-ös variációkkal dolgozni, amiből legalább 1-2 talál, de eddig még csak egyszer indult meg egy ilyennel. Szépen hajolt el Csöndes. Albert keze folyamatosan jár gyakorlatilag, megint talál. Fönn a kettős fedezék, azt üti Csöndes, bár azért 1-2 átment. Teste mindenképp. Ő szépen mozog Csöndes csípőből, törzsből. Sokat hajolgat. Albert pedig próbálja keresni a fix felületet, ahol találhatna. Szépen talált keresztbe Csöndes. És lement testre. Megint megy a bal Albert-től. Akkor folyamatosan jár. És Csöndes próbálkozott egy jobbossal. Szépen hajolt ki Csöndes elől a felütés elől. Hát ezek mind a kettős felezékre mentek, mind a három ütés Csöndestől. Akár csak Albert ütései. Eddig gyönyörűen védekezik mindkét öklöző. Ez most azért szépen talált ballal fejre Albert. Egy jobb előkészítő követően bal betalált. Megint a kettős felezéket üti Csöndes. Nem tud áttörni, pedig 6-7-szer is próbálkozott. Mindjárt vége az első menetnek, mire kimondtam. Ahogy kell. Egyelőre Csöndes próbálja megtalálni a kulcsot Albert lakatjához, ha lehet így fogalmazni. Albert pedig ezekkel a szép feltartó balokkal operál, és ezekből többet is, többször is talált. Mindkét versenyző állva várja a folytatást. Nem sokára folytatódik a szorítóból a második menet. Kíváncsian várjuk, hogy Csöndes vagy feltöri a reteszt, vagy Albert tovább folytatja ezekkel a
balokkal a szurkálást és a pontos találatokat. Szorítóból következik a második menet. És itt a második menetben. Folytatódik a mérkőzés. Albert megint ment előre a bal keze, ahogy szokott. És azért ezekkel általában talál is. Most azért egy 3-4-es kombóra adta a fejét. Szépen talált kétszer is jobban, háromszor. Már a harmadik előtt jelzett a vezetőbíró, hogy ebből bizony számolás lesz, mert csöndes mindegyiket védekezés nélkül nyelte be, ha lehet így mondani. Tudja, hogy oké, csöndes, rendben. Újra megy előre Albert. Szépen dolgozik. Kérdés, hogy rámegye, hogy folytassa ezeket a megrendítő erejütéseit. Balról megint talál, megint. Rá jobbal is. Folyamatosan három tiszta találta is volt Albertnek. Kérdés, hogy csöndes. Mennyire van megfogva, ha lehet ilyen szép passzív szerkezettel beszélni. Egyelőre jól tartja magát, szó se róla. Gyönyörűen dolgozik Albert. Megint a kettős verezéket aprítja csöndes. Gyere a piros sarokban bunyózó vecsési fiú ellen, nincs meg csöndes ellenszere. Bár csöndes is üti, de általában ezek Albert kettős verezékén elhalnak. Még hozzáteszem, az elmúlt négy ütése Albertnek pedig a csöndes kiváló elhajlásában halt el, levegőt talált. Pont, hogy mondom, ott a pillanatban gyönyörűen talált be egy kettes kombinációval Albert. Itt kevés volt már az elhajlás, nem volt fönn a kéz a helyén. Egyértelműen megfogta csöndest, aki kinéz a sarokba a mesterére. Nem, ennek itt vége. Újra egy idő előtti befejezés, a vezetőbíró jelezte, hogy ezt ő nem engedné tovább szíve szerint, és hát ugye joga is van nem tovább engedni. Úgyhogy a piros sarokban Albert Béla behúzta idő előtt az összecsapást, és csöndes Henrik vereséget szenvedett. Hát ezek túl tiszta és túl erős találatok voltak. Le is ment a földre tőle csöndes. Tisztelt hölgyeim és uraim! A második menetben döntő fölénnyel győz a piros sarokban Albert Béla, Fecsési Sport Egyesület. Tehát a piros sarokban győz döntő fölénnyel Albert Béla, a Fecsési Box Club tanítványa. Újra egy piros sarokban levő kezet emeltek fel, sportszerűen kezet fognak a versenyzők.